Sziasztok! A szeptember és az októbernek az első fele esküvő szervezésről szól a csatornán, ez a negyedik rész, tartsatok velem. Most már eléggé érződik, hogy közeledik a nagy nap, kevesebb mint egy hónap van az esküvőig, így az események eléggé felgyorsultak, ami azt jelenti, hogy míg korábban egy napra nagyjából egy-két intéznivaló jutott, addig mostanra ez már fejenként kibővült 4-5 dologra. Nyilvánvalóan a leglényegesebb dolgok, a legfontosabb dolgok azok már megvannak, most elsősorban a fókusz a részleteken és az apróságokon van. Arra gondoltam, hogy most a videó első részében elmesélem nektek, hogy mi történt ezen a héten, a videó második részében pedig elkészülünk együtt, mert ma lesz a lánybúcsú. Az első és egyik leglényegesebb dolog a torta megrendelése volt. Elég hamar eldöntöttük, hogy egy mezőkövesdi cukrászdából szeretnénk tortát rendelni. Több érv is szólt emellett a cukrászda mellett. Elsősorban az, hogy az esküvői helyszínünktől nagyjából néhány lépésre van maga a cukrászda, úgyhogy a szállítással nem kell foglalkoznunk. A másik dolog, ami mellette szólt, hogy családi rendezvényekre nagyon sokszor rendeltünk már onnan tortát és süteményt, és kivétel nélkül mindig nagyon-nagyon finomakat csináltak, illetve az még, hogy mindenmentes tortákat is készítenek, és azok is nagyon ízletesek. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy ez lesz a legjobb megoldás. 3 emeletes tortánk lesz, és az ízek eldöntése sem volt annyira bonyolult. Mindenféleképpen szerettünk volna egy olyan tortát, ami klasszikus ízvilágú, egy olyat, ami ilyen könnyed, gyümölcsös, illetve természetesen egy mindenmenteset. Egyébként magához a tortához még annyit, hogy én nem tudom, mennyit fogok élvezni belőle, de általában az esküvőkön én eddig még egy kezemen meg tudnám számolni, hogy hányszor ettem a tortából, mert addigra mindig annyira tele ettem magam, hogy egyáltalán nem kívántam az édeset. Ami a héten történt még, hogy beszereztem 100 darab környezetbarát elviteles dobozt. Nem tudom, hogy felétek mennyire szokás ez, de nálunk abszolút szokás a lagzi után, a lagzi végeztével a NASZ népnek, a vendégeknek süteményt csomagolni, úgyhogy ezt is mindenféleképpen szerettem volna letudni a héten. Illetve az egyik nap munka után hazarohantunk hozzánk, és a legközelebbi rokonoknak átadtuk a meghívókat. Hogyha esetleg nem láttátok az előző részt, akkor ott mutattam meg, hogy milyenek lettek a meghívók, és hogy készítettük őket. Ugyanezen a napon felpróbáltam még egyszer a menyecske ruhámat, ami csodálatos lesz, nagyon-nagyon tetszik, már most is, pedig még nincsen véglegesen kész. Ugye a menyecske ruhámat anyukám és a szomszédja varják, és vagyis hát egy részét, és tényleg konkrétan elmondtam nekik, hogy miért szeretnék, miért álmodtam meg, és ők megvalósították. Úgyhogy ez gyönyörű lesz. Egyébként a menyecske ruháról még annyit, hogy talán az előző részekben ezt nem meséltem nektek, hogy két részből tevődik össze maga a ruha. Az egyik rész egy turkálós ruha, mert képzeljétek, hogy az egyik esküvői ruhapróba után beugrottam a turkálóba, és rábukkantam erre a csodaszép piros ruhára, felpróbáltam, olyan volt, mintha rám öntötték volna, és néhány felvételen már láthattátok, hogy ez ilyen pamut csipke anyagú, és ez az egyik része a ruhának, viszont ez még így önmagában, mármint maga a ruha, ezt egy kicsit nehéz elmagyarázni, hogy nem tudom nektek most még megmutatni, de hogy maga ez a ruha még nem lenne alkalmas menyecske ruhának, úgyhogy megkértem anyáikat, hogy varjanak hozzá egy másik részt, amivel viszont már tökéletes lesz, úgyhogy annak a kivitelezése zajlik jelenleg. A menyecske ruhához még annyit, hogy megérkezett a menyecske ruhához a cipőm, amit rendeltem. Hosszas keresgélés után letettem róla, hogy piros cipőt vegyek, ugyanis sem boltban, sem interneten nem találtam olyat, amit megfelelőnek gondolnék, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ezüst cipőm lesz. Szerintem nagyon jól fog színben egyébként passzolni hozzá, és még jobban is örülök egy kicsit, hogy ezüst lesz, mint hogyha pirosat találtam volna, mert valószínűleg a pirosat soha többet nem vettem volna föl, az ezüstöt viszont abszolút ki fogom tudni használni. Tökéletes a lábamra, jobbat nem is találhattam volna, úgyhogy ez abszolút siker, és megnyugodtam, mert már most az elmúlt napokban azért eléggé
jártam a boltokat, és kutattam az interneten, hogy vajon milyen piros cipőt vegyek, ami jól is néz ki, jól is mutat a ruhával, és még kényelmes is. Úgyhogy ez a része megoldódott. Aztán lefixáltuk a menüt, abszolút odafigyelve az ételallergiás és vegetáriánus vendégekre, illetve felhívtuk azokat a szálláshelyeket, ahol a nem mezőkövesdi vendégeknek foglaltunk szobákat. Itt elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy érkezhetnének-e korábban egy picit a vendégek, mint ahogy a visszaigazoló e-mailben megkaptuk, hogy mikortól lehet elfoglalni a szobákat, mert nagyon fontos lett volna számunkra, hogy hamar tudjanak érkezni, tudjanak egy kicsit pihenni, akár lezuhanyozni, normálisan felöltözni, az esküvő előtt elkészülni, és szerencsére nagyon-nagyon jó fejek voltak, mindegyik szálláshelyen rugalmasak voltak és készségesek, úgyhogy nagyon megnyugodtunk. Dekor kérdésben is dűlőre jutottunk, ugye egy korábbi részben meséltem nektek róla, hogy mennyire szerettem volna, hogyha mi díszítjük a helyszínt, de végül hagytam magam meggyőzni, és egy dekorosra fogjuk bízni a dolgot. Elsősorban azért, mert nem csak az volt a problémánk, hogy kitaláljuk, hogy miből mennyit és honnan rendeljünk, és aztán hogy rakjuk fel, hanem az is, hogy a helyszínnek, az épületnek vannak sajátosságai, az egyik pedig az, hogy nagyon nagy a belmagasság. És bár minden megoldható, de azt gondolom, hogy annyi sok összetevője lett volna ennek a dolognak, hogy ez már túl nagy terhet jelentett volna számunkra, úgyhogy belementem, és egy olyan dekorosra fogjuk bízni a dolgot, aki ezen a helyszínen már rengeteg esküvőre díszített, és nagyon sok referencia anyagot küldött nekünk, és azt gondolom, hogy mese szép lesz. Amiből viszont nem engedtem, mert egy kis kreatívkodásra nekem is szükségem van, az a vendégkönyvnek az elkészítése. Kreatív hobbiboltban vásároltam alapanyagokat, és ebből fogok vendégkönyvet készíteni, illetve van még egy-két ötletem saját készítésű dolgokra, de ez még átgondolás és szervezés alatt áll. Ezeken kívül egy aprócska dolog történt még, ami tényleg apró. Megvásároltam a fülbevalómat a nagy napra. Szerettem volna egy visszafogott, de szép ékszert. Szerintem ez a fülbevaló, ez gyönyörű, nagyon illik hozzám a ruhához is, mindkét ruhához, úgyhogy szerintem tökéletes választás volt. Ennyi történt nagyjából a héten, a többi részlettel és még apróbb dolgokkal már nem szeretnélek fárasztani titeket, most készüljünk el a lánybúcsúmra, már kezdek izgulni. Minden esetre megmutatom nektek, hogy mi lesz rajtam. Kicsit turbózok a sminkemen, illetve a hajammal is mindjárt kezdek valamit, és mindenféleképpen úgy fogok készülni, hogy valószínűleg esni fog az eső, mert eléggé változékony ma az időjárás, és végig azt ígéri az időkép, hogy valószínűleg este, késő délután már lehet számítani esőre, úgyhogy erre is fel fog készülni, de összességében nagyon izgatott vagyok, úgyhogy lássunk is neki. So I found myself in tears. Every day was filled with fear. When you feel you wanted more, suddenly you're on the floor. And I left my heart with you. There is nothing else to do. I would like to have it back. It's broken and far from intact. And as dangerous as it is, we couldn't wait for the first. Szakad az eső. Done.
Ezt a hosszú fekete-fehér inget választottam ezzel az övvel, és mivel az idő még mindig nagyon kiszámíthatatlan, ezért mindenféleképpen készülök egy pulóverrel és egy műbőrcsekivel, és bár csinosabb cipőt képzeltem el ehhez az outfithez, de azt a sportcipőmet fogom választani emiatt, ami biztosan nem fog beázni, az pedig az Adidas Superstarom, de szerintem ez majd még indulásnál fog véglegesen eldőlni. Készülök is, mert mindjárt érkeznek a lányok, és indulunk nem tudom hova. Így néz ki az ing, nekem nagyon tetszik, ez az öv is tök jól feldobja, úgyhogy meg vagyok vele elégedve, illetve választottam még egy ilyen almazöld láncos táskát, és hát ahogy mondtam, a pulcsit és a műből jacket, de most mintha egy kicsit kisütött volna nap, úgyhogy remélem, hogy nem kell rögtön pulóverbe és kabátba burkolóznom. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és megnéztétek ezt a videót, illetve velem készülődtetek. Remélem, hogy egy hét múlva is velem tartotok. Iratkozzatok fel a csatornára, hogyha eddig még nem tettétek volna, illetve kövessetek be Instagramon és TikTokon is. Sziasztok!